Szóval a javaslat az volt, hogy a droidok segítségét kérjük. Úgyhogy én ugye a Bostroidnak megpróbálok élet küldeni, hogy milyen pozícióban vannak hozzánk képest jelenleg. De víz alatt vagyunk, nem hiszem, hogy fognak tudni segíteni. Szóval körbenézek a szempont. Segítek másképpen. Kontakt. 5, 4, körbenézek a 3, van akármi, 2, tírj már ki! Pilóta, tírj ki! Akkor félrementem a kormány. Jó, oké. Okay. Mivel jó volt a dobás, konkrétan annyi történik, hogy a pilótátok megfogja a kormányt, elrántja balra, és hát ez Starsky és Hutchesen így pördül egyet balra a hajó, és annyit láttok, hogy képzeljétek el egy kék bálnát, ami nagyjából ilyen 6-szor akkora, és hát így a hasa alján így fejreállítva a hajó az így keresztül. Ez a megoldottam a problémát. Halljátok, hogy a sípol a bálna, tudjátok éneki? Aranyos, ahhoz képest milyen ijesztő. Jó, akkor megpróbálom összeszedni magam a hajó plafonjáról kb. Hanka, dobjál egy szíves egy szerencsét. Az nagyon jó. A BIOS-ból nem voltál nagyon jeles. Elfelejtett, hogy a bálna így a farokuszonyával halad. És hát ugye ez egy hatalmas nagy test, tehát nem fog úgy kinézni, mint amikor a fókai megpofoz valakit, vagy a cicák, tudod? Hanem ahogy jön az uszony, és ezt a hatalmas víztömeget meglöki, hát igazándiból úgy érzitek magatokat, mint amikor a régi ilyen, mi az már, hullámvasúton az első meredek lejtő így elérkezik, és 12 évesen ott ültök, és azt érzed, hogy meg fogsz halni. Nagyjából, és a gyomrod az így valahol így a térded alá így leesik, és megnyúlik a kép, és dobunk-e valamit, hogy még egyszer, nehogy lehányjál minket. Nem, csak a droidot hányjál. Dobunk-e valamit, hogy ne hányjuk össze magunkat? Hányni nem fogtok, mert erre már ki vagytok képezve. Az előzmény kalandban már mindenki erre ki lett tréningelve. Amire inkább dobni kéne, az az, hogy te mennyire tudod stabilban rántani a hajót. Cool program? Igen. Cool? Cool lesz, igen, mert hogy tehát vezetni tud, nézzük, hogy mennyire nyugodt. Az kettes. Az presence. A mátod kettő sárga. Akkor még egy sárgát szeretnénk kérni. Még egy sárga, igen. És ennyi. Jó, és akkor ezzel szemben lesz, az biztos, hogy lesz a kettő lila, és lesz kettő fekete is mellette. Hújjaj! Mert knocked of course. És nem számítottál rá. Jó. Egy siker. Megint rejöttem. Egy crit siker, egy siker, és kettő negatív támogatás. Két sikere van azon felül a crit sikerem. Igen, van. Csak hogy itt már van egy negatív siker. Igen, tehát akkor megint crit sikeres. Igen. Parancsok, kezdenem a helyzetet. Maga született vezető. Szóval... Nem úgy, mint én. De a gépekhez ért. Azt meg kell hagynom. Maga született pilóta. Mint a Firefly-nak a pilótája, igazándiból. I'm a leaf in the wind. Watch me how I fly. Egy szó nélkül igazándiból teker egyet balra, jobbra húzza vissza, egyenesbe jön. És ekkor látjátok, ahogyan a fényszóró egy kicsit széjjelebb nyílik, hogy hát itt nem csak egy ilyen bálna van, hanem jött az egész família. Tehát még egy ilyen 6-7 így... De azok nem ilyen közel, ugye? Kivillan a blipekként a radar ernyőn. Azokat látjátok is, az egész csapat elkezd körbenézni, és ott lehet látni, egy kész vándorlás van igazándiból, tehát... De akkor ezek nem akarnak minket bántani effektíve, csak jöttek, látták, hogy útban vagyunk, és leszarták, mert olyan picik vagyunk. Az szó szerint nem mondanám azt, hogy tojtak a fejetekre, mert azért akkor nem látnátok ki, de alapvetően igen, ez itt van. Melyikőtök olvastál a bevetési jelentést? Hát a kapitány, gondolom. Te olvastad a bevetési jelentést? Az melyik volt a legesleges? A legesleges, amit mondtam, kérdeztem, hogy ki mit csinál, amikor odafele mentek még előtte, amikor várakoztatok a hajón. Te elolvastad szerintem, dobjál egyet. A ciki, amilyen olvastuk el, mondjuk. Az egy fekete. Egy fekete, jó, hát figyelj. Mondták, hogy nem kéne a vízbe menni valamiért.
Igen, az oké, az megvan. De nem feltétlen mi mentünk, lerántották az egyik tagunkat. Ez már részletkérdés ilyen szempontból, itt vagytok. A másik meg így utánugrott, mint John Cena. És utána elvették a fegyveremet. Fontos részlet. Jó, igazándiból egy ilyen 4-5 percen keresztül lavíroztok jobbra-balra ezek között a hatalmas nagy állatok között. Mm-hmm. Egyik sem próbál utánatok kapni, vagy bármi rosszat is csinálni. Hát mint a moszkito az emberek között így keresztül vág Adamanta a ifjú tenger alatt járó parancsnok. A Vörös Október azért még nem húzott szintileg, de egészen jól alakulnak a dolgok. Jó, rendben van. Hát egy ilyen 10-15 perccel később kijöttök, úgymond a szószból, és hát nagyjából egy ilyen, most tudom, mondjuk egy olyan óra, másfél óra távolságra vagytok a fővárostól. Kicsit feljebb jöttetek szintmagasságba. Jó, hát akkor szerintem nekiállok egy kicsit meditálni, megpróbálok kicsit elmélyülni magamban, és ez azt is fogja jelenteni, hogy használom a Force Seed. Elköltök egy Light Side pontot. Igen, gondoltam. De csak hogy értsétek, hogy mi is fog itt történni, ugye Merli karaktere erőérzékeny, nem tudja, hogy ő az erőt használja ilyenkor, ő csak érzései vannak inkább. Hogyha láttátok a Zsivány egyest, akkor kicsit olyasmi, mint Chirrut, csak nincsen egy valláshoz közelítve. Olyasmi, mint amikor déjà vu-d van, kicsit hasonlóképpen működik. Egy picit direktebb talán. Igen. És alapvetően ez úgy működik, hogy a következő két napból fogok látni eseményeket, de csak ilyen homályos érzéseket. És az a helyzet, hogy ez most... Jó, rendben, elköltöm a második fehér light side pontot is, ugyanis ezáltal nem csak halvány, homályos dolgokat látok, hanem jobban azonosulok az erővel, és két konkrét eseményt látok előre. Konkrét saját. Igen, saját. Az én saját jövőmből a következő 48 órából két konkrét eseményt látok előre. Két konkrét eseményt. Két konkrétat. Ezt nem teljesen egyértelmű nekem a szabály alapján, hogy ilyenkor én mondom meg, hogy mit akarok látni, vagy pedig te mondasz valami konkrétumot. Figyelj, még ha úgyis lenne leírva, akkor sem mondhatnád meg, hogy mit szeretnél látni, úgyhogy ez jó próbálkozás volt, de azért ennyire nem vagyok kedves. Jó, hát az első, ő hátra megy. Van egy kisebb ilyen pihenő részleg, és van mellette a fegyverraktár. Tegyél egy órásat rászámolok a dologra. Hát ez el lett mondva, hogy tele van pakolva a Gangen fegyverzettel a hajó. Elvegett a kormány. Te át akarod vizsgálni, hogy van-e a hajónak fegyverzete? Hidem. Nem úgy, mert a hajónak fegyverzete. Nem az, hogy fegyverek vannak-e a hajón, hanem hogy a hajón van-e fegyver. Hát is, tehát a hajó fegyverzetét is meg akarom nézni, és majd a fegyver. Oké, akkor az egy komputer dobás lesz, az közben mehet itt. Jó, nektek mi lesz? Jó, a komputer neked ti. Hát akkor tisztelt látom a kormányzat. Ennyire érdeklődik a fegyverek iránt. Nem kell odaülnön, átülsz a másod pilóta ülésére, és akkor ott gombnyomással átváltasz, persze. Mennyi? Computingre igazándiból egy liba meg egy fekete, mivel hogy ismert semmi, a technológia. Persze, semmi. Egy siker, három bal siker. Jó, oké. Mindjárt mondom, mi történik, igen? Én le akartam csupán ellenőrizni, hogy a térképről azokatokat jól tápláltam át neki, jó irányba megyünk. Jó, oké. Akkor miközben te a navi kompjútert ellenőrzöd, igazániból olyan terem van, ő hátrafordul hátsó falon, mint az Arthur, amikor bejackelt, tudjátok, akkor főnök is elkezdi nézni, te megindulsz hátrafele, és ahogyan te leülsz, hogy akkor váltsál, egy gombnyomást hallotok csak, bum! Kamera. Szerintem ez nem a reflektor. Igen, kamera. Jó. Tehát, ott hagytuk abba, hogy ugye a bálnákkal sikerült megbarátkozni, és mindenki elindult a dolgára. Ugye Merli elindult meditálni, te fogtad magadat, leültél a másodpilóta székbe, hogy akkor átvedd az irányítást. Adamant, te megkidőlt két dolgot, ami nem a fényszóró volt. Bocs, én mesélek, légy szíves, köszönöm szépen. Tehát a parancsnokasszony elkezdte átnézni a térképet, és Adamanta pedig elkezdett kutatni fegyverek után,
amikor is egy határozott gombnyomással, igen, az biztos, hogy találtál fegyvereket, ugyanis kettő, hát ilyen buborékozó csík így elhagyta így a hajót előre felé, és a radaron így pum, 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 elkezd támadni. És akkor most reménykedünk, hogy ez kilőhető palackposta. Ami a fix az az, hogy te dobsz nekem egy cool próbát, hogy nézzük, hogy te megijedsz-e, hogy ez te voltál. Kurva van kettő, az megy Persons-ból, és az is kettő. Akkor ez két sárga lesz. Van itt neki, nem? Jó. Van itt neki, adott itt neki. Nem kell dob itt a tábláján. Jó, a nehézséged az kettő lila lesz, nem kell, hagyja az egyet. És másra nem lesz szükség, úgyhogy buríthatod bátran, Dénes. Jó, rendben van. Hát ez nem te voltál, te így elengeded így a kormányt már épp, ahogyan megfognád, és így mutattad, hogy ez nem te voltál. Támogodnak a jelek. Remélem, semmit nem találtál. Csak így bele a tengerbe. Speaking of which, tényleg, nézzük, mit talál. Remélem, csak így pálnát. Az nem jó, ha pálnát. Hát te sem egy Greenpeace-es. Jó, de most ilyen szétlövöd a város kikötőjét, az eléggé figyelemfelkeltő. És addig, amíg ők foglalkoznak a kikötővel, mi behatolunk, nem? Megoldottam a helyzetet, vagy megoldottam? Gyanakodni fognak valamire. Mi történt? Haladnak előre a torpedó. Most nem mondja. Jó. Távolodnak előre. Szóval torpedó volt. Tort? Annak tűnik. De mozgó fejszól. Szeretett csomag. Palackposta. Palackposta, igen. Fordítom magam. Benne az, hogy nem jól voltunk. Igen, nem én voltam, ez van ráírva. Ja, Istenem. Na, szóval ez történik, és így... ki mit csinál? Reagáltok erre, vagy...? Hát én ezt már nem láttam, mert hátra mentem. Mi sem történt, én vezetem. Rendben. És megoldottuk a problémát, én hátra megyek. Már nem látszik a radarban. Megoldottuk a problémát, én hátra megyek. Én befejeztem a térképezést, akkor követem, hogy még egy ilyet ne csináljon. Jó, a távoli radaron Dredis-en lehet látni, hogy távolodik a cucc, és nagyjából hát egy ilyen 10 másodperccel később fel is robbant, tehát hogy elveszted a jelét. Az jó. Akkor van valami előttünk. Hát ilyen kilométer előttetek, valahol eltűnt az objektum. Ez biztos. Jó, hát akkor te hátramész, letérdelsz, meditációs pozícióba lényegülsz, miközben te úgy érzed, hogy megtaláltad a kálmánt. Na, mit látok? Nem te, ő. Ja. A baloldali falon ezek a kézilabdák vannak igazándiból, ezek a bumák, amik kisebb, nagyobb, még nagyobb méretekben találhatóak meg. Ezen felül találsz a szekrényeket, jobbra pedig a falon lándzsák vannak, légzőkészülékek, oxigénpalackok, más egyéb milyen használati tárgyak vannak felsorolva. Jó, eközben, hát mély államba szenderülsz, úgymond, az ifjú titánunk belehallgat az erőbe. Szia, Mörli, itt az erő! Csá! Akkor tárcsázom a következő 48 órát. Bocs, kapcsolom a másikat! Jaj. No, nem játszunk Kárn Andrásosat. Szóval... Megvárom, hogy kirőgött magadban. Oké. Okay. Jó vagyok! Jó vagyok! Csak a telefonszálvád magas. Látod, mennyit költött? Azt láttál valami valami. Jó, na. Tehát, fogod magadat, letérdelsz, lerakod a kezeidet a combjaidra, kifújod a levegőt, lelassul a légzésed, és elmerülsz a saját gondolataidba. Neked nem tűnik annyinak, de hát egy fél órát, 3-4 órát azért itt leszel bent. Igazándiból összefoglalom, hogy mi lesz az, amit itt át fogsz élni igazándiból. A saját magadnak a kép, az első, amit látsz, az, hogy valahol vagy, mint hogyha egy mosdó
helyiség lenne igazándiból. Az arcokat nem látod, az fontos. Annyi történik igazándiból, hogy megmosod a kezedet, megmosod az arcodat, érzed, hogy hűvös, nedves, tiszta víz végigfolyik az arcodon, megindulsz kifelé, érzed, mintha egy kicsit zihálnál. Nem vagy benne biztos, hogy mi, de hogy zihálnál. És ahogyan kifele lépdelsz, hallod, hogy valaki beszélget jobbra, balra látsz néhány ilyen boxot, ahol ülnek főleg emberek, de látsz két twileket is, akik ott ülnek. Az arcukat nem látod, de színes a bőrük, és hát mivel közel vagytok a Rylotthoz, lehet, hanem hogy meglepődve rajta, hogy, hogy esetleg twilek lennének itt. Majd egyszer csak annyit érzel, hogy oldalról neked csapódik valami, és mint amikor a kamera állvány így feldől, felnedői, akkor így eltaknyolsz a földön, és oldalról azt érzed, hogy valami súlyos így rácsapódik igazándiból. Aha. Tehát inkább olyan érzésem van, mintha megütöttek volna valamivel, vagy mintha valami rám zuhant volna? Inkább olyasmi, mintha ilyen tehetetlenségi esés van. Tehát, hogy nem felökleltek, hanem mintha neked csapódott volna valami. Aha. Ez a fajta. Mint amikor szájba rúgnak egy labdával, csak nem látod, hogy hol vagy, honnan jön. Tehát ez a fajta. Kicsivel később, miután így picit így elrévedsz egy kicsit a gondolataidban, visszagondolsz a exedre, meg a lázadásra, gondolsz arra, hogy a birodalom milyen barátságosan soroz be embereket a hadseregébe, és teszi őket kilátástalan gyilkológépezetekké. Ezért mosolyogsz is egyet, mert annyira élvezed a gondolatod. Igazából eljutsz arra a pontra, hogy egy nagy teremben találod magadat. Oszlopok vannak körülötted, és a távolban, mintha zene szólna. Mint egy orgona lenne. És így halkan hallod a fúvókákat távolban. Ahogyan játszik egy egészen kellemes dallamot igazából. Folyamatosan az egész. Kicsit monotonná válik, és egyre erőteljesebb, mivel nézel körbe, látod, hogy nagy, széles ablakok vannak, üvegablakok. Kicsit ilyen rózsaablak jellegű. Az egész. Lépteket hallasz messziről. Fordulsz, látod, hogy kettő ilyen bőrpáncélos alak áll egy ajtó mellett, majd kinyílik az ajtó, és látod, hogy köd gomolyog ki belőle. Hideg végig fut rajta, tehát így vesédik hatol konkrétan, olyan, mint amikor ugye jégkockát így bedobják a ruhádba, és így végigfolyik rajtad a hideg. Jaj, kétsázott a hideg. Érzed, ahogyan lassú léptekkel, csak ilyen porhanyosan valaki közeledik. És így az a lendülettel, ahogyan, mert pont kilépne az ajtószárnyon keresztül, igazándiból annyit érzel, hogy megráz valami, mintha egy villámcsapás lenne igazándiból, és így teljes testeddel megremegsz, többiektől szeretnék ilyen érzékelés, próbált nézzük kinek tűnik fel. Ezt a bűnőt megijedtem. Jó, és akkor mindenkitől kérek egy... Perception. Perception próbált, így van. A nehézsége a parancsoknak és az adamantának 2 plusz egy fekete. Mert hátul vagyunk. Igen, mert ti hátul vagytok. A pilótánknak pedig 3 és 2 fekete. Az még egy feketét kérlek. Itt van, persze, tessék. Köszönöm. Nem rossz nekem 3 perception van esnék. Az egy triumph. Akkor az 3 sárga és egy zöld. Igen. Egy sárgát adtok, átsázok. Jó, aha, na nekem megvan. 3 siker, 1 támogatás és 2 negatív támogatás. Az egy triumph. Nem, azt mondjuk szerintem összed össze. Egy bal siker és 2 bal. Ez nem sikeres. Ez nem sikeres. Nem sikeres. A triumph az sikeres? A triumph az egy sikernek számít alapvetően. Csak a hatását akkor tudod kiváltani, hogyha több a sikered. Oh. Úgyhogy jó, hogy sajnálom. És ezt megálltam most. Jó, tehát akkor te pedig dobsz, Dénes, kapod még a két sárgát. Igen, és akkor mellette kapsz 3 lilát. Jaj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  Van itt még lila. Ott, és mellette a 2 fekete. Mert te az utat figyeled. Jó, és akkor mindjárt megnézzük, hogy mi lesz a vége.
Wow, oké. Okay. Hú, mennyi kocka. De dobott egy siker, csak az a baj, hogy kettő negatív sikere van. Jó, oké. Okay. Neked nem volt sikeres, nektek mi, neked mi neki volt? Neki sikeres van, három siker, egy támogatás és három negatív támogatás. Jó, oké. Okay. Kettő strain-t mondjál le magadtól, légy szíves. A strain, ugye emlékeztető mondom, az a fáradtságot jelzi igazándiból. Olyankor érdemes elvenni játékosoktól mesélőként, hogyha valamilyen fajta nagyon precíz manővert akar valaki végrehajtani. Itt az, hogy a zárt térből, zárt térben meghallja azt, hogy Merlinnek a karakterevel valami baj van. Ebben az esetben ez egy nagyon precíz dolog, hogy ő ezt kihallja. Főleg úgy, hogy eközben, és most visszatekerjük az időt oda, hogy a parancsnok megtalálja a hölgyet, ahogyan éppen bent van a raktárban, és... Már el is vehettem dolgokat, megtisztelhettem őket. Mire lennél kíváncsi, hogy mit szeretnél átnézni? Én is nyomogattam a fegyvereket, becézgethettem őket. Becézgetni a fegyvereket? Hát persze, ott van Bobby. Beszélünk. Ott van kicsoda? Bobby a legszimpatikusabb, de Bobby nem praktikus. Tehát vele szerelmünk később fog kiteljesedni. Addig is viszont kérnék egy légzőkészüléket, egy bicskát, egy öngyújtót és egy mászókampót. Jó! Okay. Jó. Légzőkészülék az van, az rendben van. Bicska, kampó és mi volt még? Öngyújtó. Na, öngyújtó az nincs. Az nincsen. Gengyenek vízzel a kélet. Hágszóros. Nem, tehát az nincsen. Bicska az van. Az van egy kisebb ilyen... Hát mintha egy bajonetkés lenne, úgy kezeld igazán, bolt, tehát az... Kisebb. Az van. Jó, azért nem egy bozottvágó macsetéről beszélünk, jó, tehát azért nem... De a bajonet csak kicsi. Hát kisebb ekkora. Kés. Jó, és mi volt még mászó? A mászó kampó kötéle. Nézd, fegyverre rögzíthető, ilyen aljára rögzíthető, ilyen tapadókorongos, kinőhető, büngyüli. Jó, hát azt látod, hogy így pakolja ki az egyik szekrényt, amikor itt belépsz a szobába. És közben becsüljük a játék volt. És akkor ez is kell? És akkor ezt is elteszem? Ez is lehet, hogy jól fog jönni? Na ez aztán kell. Bobby, drágám, te ne féltékenykedj, te még ott maradsz, visszajövök érted. És akkor ez is kell.